Sziasztok, üdvözöllek titeket, Dr. Borszéki Péter, 3/3 új videó, és rengetegszer találkozok ezzel a kérdéssel, hogy van okos órám, van okos mérlegem, mennyire megbízható? És erre a kérdésre fogom most válaszolni, rengeteg tanulmányt átbogaráztam a témával kapcsolatban, hogy a lehető legpontosabb képet kapjatok afelől, hogy az okos óra mire jó, mire nem jó, okos mérleg mire jó, mire nem jó. Na most alapvetően hasznos információkat adhatnak arról, hogy te mennyi lépést tettél meg egy nap, mennyi kalóriát égettél el, hány kiló vagy, illetve hogy milyen a te test összetételed, mennyi a testzsír százalékod, mennyi a zsírmentes izomtömeged, és ez mind hasznos információ a tekintetben, hogy te fejlődsz-e, mondjuk a súlyzós edzés tekintetében, illetve hogy egészséges vagy-e, mert ezt már azért tudjuk, hogy az aktivitás, vagy te sok lépést teszel meg egy nap, 7-10 000 körül azért érdemes egy nap, ami lehet, hogy soknak hangzik valaki számára, de hamar ki lehet alakítani a szokásokat, amik segítenek abban, hogy ezt elérd. Szóval ezek jó mérőszámok a tekintetében, hogy te egészséges vagy-e, fit vagy-e, stb. Szóval alapvetően tök jó az elgondolás, az más kérdés, hogy ezek mennyire állják maga a helyüket a valóságban. Viszont most ennek nézzünk is utána. Először is nézzük meg az okos mérlegeket. Itt nem hoztam nektek több különböző márkát. A tanulmányok nagy része se annyira ment belé a márkák tekintetében, viszont az okos órák tekintetében azt is el fogom nektek mondani, hogy melyik márkák bizonyultak a leghatékonyabbnak, és már most az elején szeretném leszögezni, hogy ebben semmilyen szponzoráció nincs, egyik okos óra vagy okos mérleg márka se támogat engem az égvilágon semmiben, szóval ezek abszolút 100%-ig tudományra alátámaszt, tudománnyal alátámasztott információk lesznek, ahogy egyébként mindig, jó? Szóval nézzük meg az első tanulmányt. Azt állította meg, hogy a mérleg a súly mérésére jó. Nice. Ki hitte volna, azért mert jó ideje vannak mérlegeink. Általánosságban 0,3 kg volt az eltérés rengeteg-rengeteg embernek a rengeteg-rengeteg különböző mérlegét megvizsgálva. Szóval azt a következtetést 100%-ba levonhatjuk, hogyha te az aktuális súlyodra vagy kíváncsi, akkor azt 99,9%-os pontossággal egy jól működő mérleg, az meg fogja tudni mondani. Ez nagyon szuper, bár ez volt a legkevésbé érdekes információ valószínűleg, mert azért az mérlegeknek a súlytartványába szoktunk bízni. Éppen ezért kezdtem ezzel a videót, és egyre érdekesebb témák felé megyünk. Jó? Nézzük meg azt, a mérlegeknél maradva, okos mérlegeknél, mert minden okos kölyén, csak az emberek egyre hülyébbek sajnos. Hogy mennyire pontosak abban, hogy megbecsüljék, mert ez mindenféleképpen csak egy becslés lesz, azt azért remélem tudjátok, a te zsírtömeget és zsírmentes testtömeget. Szóval itt már kicsikét kevésbé voltak pontosak az adatok. Izomtömeg és testzsír százalék, vagy testzsírtömeg tekintetében is 2-4 kg-os eltérések is voltak, ami azért nem olyan kevés. Szóval ebből levonnám azt a következtetést, hogy kaphatsz egy nagyjából jó értéket a tekintetben, hogy te vagy 80 kiló, és abból hány kiló izom, vagy éppenséggel hány kiló zsír, de azért 2-4 kg eltérés nem annyira sok, de azért nem annyira kevés. Miért? Miért van az, hogy tök jól meg tudja mérni a súlyodat a mérleg, de a te zsír százalékodat izomtömegedet azt annyira nem. Azért, mert egyrészt sokkal összetettebb, másrészt, ha te ráállsz a mérlegre, abból nem fogja azt az adatot pontosan megtudni a mérleg, hogy te milyen magas vagy, milyen az aktivitásod, mekkora ugye a testzsír százalékod, a BMI se mondja meg tulajdonképpen sportolóknál főleg azt, hogy egészséges kategóriában vannak. Hiszen, hogyha egy 120 kilós open bodybuilder 4%-os testzsírral keresztszákás seggel rááll a mérlegre, vagy bármilyen más módon a BMI-t megállapítják, akkor azt fogják mondani, hogy kórosan elhízott, miközben a csávonak konkrétan a segjukán is látod az ereket, jó? Szóval ebből a szempontból nem lesz annyira megbízható, egy jó megközelítőleges egység adhat. Térjünk át az okos órákra, itt már egy kicsikét érdekesebb a helyzet. Szóval az okos óra leginkább arra tud szolgálni, vagy akár a telefonod is, hogy megbecsülje, hogy te mennyi lépést tettél egy nap, illetve hogy mennyi kalóriát égettél. És most itt szeretnék egy fontos tanulmányi adatra kitérni, ugyanis a lépés mennyire pontos, itt a tanulmányok azt állították meg, hogy R egyenlő 0.752 kötőjel 0.917. Na de ez mit jelent most? Azok kedvére, aki esetleg szeretnének tanulmányokat olvasni, vagy csak úgy információt szerezni, ezt elmondanám, hogy ez azt jelenti,
hogy relációban mérve mennyire biztos, hogy az adott eredmény az jó. Hogyha 1.0, akkor 100%-ig minden kétséget kizárólag kurva biztos 1 milliárd embert is megmérve, hogy ezek nagyon jó adatok. Na ilyen nagyon-nagyon ritkán szokott előfordulni tanulmányokban. Tehát ez, hogy a lépésedet 7,5 kötőjel 9,1-es pontossággal tudják megmérni, ez nagyon-nagyon jónak számít, de ebbe is van azért egy akár 10%-os, kicsit azért eltúloztam, pontosan kicsit leegyszerűsítettem az egész dolgot, eltérés. Szóval, ha te az okos órád vagy telefonod szerint 4000-5000 lépést tettél, akkor azért nagyjából a körül vagy, jó? Nyilván nem kell ennyire ráfeszülni, hogy most akkor az okos órám szerint csak 9800 lépést tettem meg, de én a 10000-et szeretném, akkor most még 200-at megyek a szerint, mert nem ez a lényeg, jó? Hanem az a lényeg, hogy tudd, hogy nagyjából azért pontos adatokat tudnak szolgálni az okos órák. Az összes okos óra egyébként... Ha már Peti megidézett, akkor elmondom, hogy iratkozz fel. A tanulmányokban megvizsgálták, link a leírásba, és most szeretném megvizsgálni, mert ma kaptam agyérgörcsöt majdnem, szóval elmondtam a videóban, a Norbis űrhajós diétás videóban, ami nem jelent ki, hogy amiket ugye mutattam konkrétan bazd meg benne a videóban, elmondom, hogy link a leírásba. És itt a srác, hogy hát ez így inkább vicc, mint hogy hiteles, mert hogy nem voltak ott a tanulmányok, okay, bazd meg, mert meg is mutattam a tanulmányokat, és nem ám azt, hogy feltételezi, hogy elfelejtettem belinkelni, ami történt, hanem direkt azt mondtam, hogy ott vannak a tanulmányok, de közben én nem voltak ott, amikor ez bárki megnézheti. Magyarán, hogyha mondom, hogy ott vannak a tanulmányok, de nem te ad a leírásba, akkor az azért van, mert elfelejtettem, mert ma felvettem a videót második hó másodikán, és mire ki fog jönni, lesz második hó 10, és lehet, hogy elfelejtem belinkelni. Szóval egy szó mint száz, hogyha tanulmányra kíváncsi vagy, akkor nyugodtan kérdezz a komment szekcióba, és be fogom neked linkelni az aktuális tanulmányt, jó? Köszönöm szépen. Tehát, tanulmányok szerint, amik megvizsgálták a Fitbitet, megvizsgálták az Apple-nek, a Samsung-nak és a Garmin-nak az óráit, ezek közül mindegyik alkalmas volt arra, hogy megbecsüljék, hogy te mennyi lépést tettél meg. És akkor jön az 1 millió dolláros kérdés, amivel az űrletbe tudtok amúgy kergetni, de végül is valahogy jogos, hiszen nem tudjátok, hogy mindjárt mondom, hogy mit nem tudtok, de most már fogjátok tudni. Szóval, megvizsgálva az elégetett kalóriának a megbecslését, szóval, hogyha te elkezdesz edzeni, és kiírja, hogy 6200 kalóriát elégettél, az plot twist nem lesz pontos. Micsoda? De most nyilván egy kicsit túloztam, mert lehet, hogy egy más számot ír ki, de nem lesznek pontosak. Tehát arra, hogy megbecsüljük azt, hogy mennyi kalóriát égettünk el edzés során, arra ne is próbáljuk használni az okos órákat, mert ugye már megtanultuk ebből a videóból, hogy az R ugye 1.0 alatt lesz szinte biztos a tanulmányokban, és a 7.5-ös, kötőjel 9.1-es arány az azt jelenti, hogy nagyon szuper, szóval nagyon jól lehet találni azt, hogy te mennyi lépést tettél meg. Ehhez képest az elégetett kalóriáknak a megbecslése szempontjából R egyenlő 0.11 kötőjel 0.2, vagyis köszönő viszonyban nincsen egyik megvizsgált márkának egyik megvizsgált órája se abban, hogy megbecsülj, hogy mennyi kalóriát égettél el. Éppen ezért szoktam azt mondani, hogy ne induljunk ki abból soha, hogy mennyi kalóriát égettünk el edzés közben, és pláne ne együk vissza az edzés által elégetett kalóriákat, mert rendszeresen túlbecsüli az, hogy te mennyi kalóriát égettél edzés közben, és lehet hülye vagy vele, hogy vagy mondjuk a Jázi, vagy bármi megmondja, hogy edz 2000 kalóriát, és egyébként lemozogtál 500-at. És te úgy vagy vele, hogy ó, hát szuper, akkor 2500-at eltek, aztán utána pedig úristen, nem fogytam, híztam, és akkor jönnek az ilyen ostoba megfejtések, hogy a kalóriaszámlás hülyeség, ideje ketózni. Pedig a valóság annyi, hogy nem jól becsülte meg az égvilágon semmi, mert nem jár itt még a tudomány, az, hogy te mennyi kalóriát égettél el edzés közben, és te potenciálisan több kalóriát ettél vissza, mint amit elégettél, és így elbasztod a deficitedet, és azért nem fogsz, hanem esetleg stagnálsz, vagy éppen hízol. Szóval 0/0 alkalommal egyétek vissza, kérlek szépen, az elégetett kalóriákat edzés által, és 0/0 alkalommal induljatok ki abból, hogy ezek pontos számokat fognak mutatni, akár minimálisan is, mert nem. De miért nem? Azért, mert az összes szám közül ezt a legnehezebb becsülni, hiszen befolyásolja azt, hogy te az edzés közben, vagy bármi közben mennyi kalóriát égettél el, az, hogy mekkora izomtömeged van neked, az, hogy mennyire tudtad aktiválni
az összes izomrostulat a gyakorlat közben, általában minél hatékonyabban, minél több ideig csinálsz, vagy minél hatékonyabban hajtod végre, annál több izomrostot tudsz aktiválni, ami azáltal több kalóriát fog tudni elégetni. Viszont ezt ellenpontozván, minél kezdőbb egy adott mozgásfajtában, annál több kalóriát fogsz elégetni, azzal, hogy mondjuk össze-vissza futsz kalimpálva, nem pedig effektíve, mint a Forrest Gump. So I ran to the end of the road. Illetve nem minden ember fog ugyanannyi kalóriát elégetni, már csak abból adódóan, hogy nem úgy az izomtömege, de a testzsír százaléka, nem ugyanakkora a magassága, nem ugyanannyi mondjuk a termikus hatása, hogyha mondjuk az ételeknek az elégetett kalóriáiról beszélünk, szóval nem fogod tudni ezeket, hogyha jobban belegondolsz, és most jobban belegondolsz, mert ezeket elmondtam, nem fogod tudni megállítani normálisan, vagy közel se azt, hogy mennyi kalóriát égettél el. Jó, szóval ebből ne induljunk ki. Magyarán összegezve az egészet, illetve még nem, mert azt hozzátenném, hogy megvizsgálva, egy kicsit puskázok, megvizsgálták a pulzust is, hogy ezt mennyire jól tudja megmérni, és az Apple-nek és a Garmin-nak elég jól becsülték meg az órája pulzust, a Fitbit-nek viszont általában egy picikét alulbecsülték, jó? Szóval ezekből az adatokból összesen kiindulva, összefoglalván a videót, hogyha te a súlyodra vagy kíváncsi, akkor állj rá a mérlegre és higgy a mérlegnek. Hogyha te a testzsír százalékodra vagy kíváncsi izomtömegedre, akkor állj rá a mérlegre, és vondd le azt a következtetés, hogy körülbelül pontos, de azért lehetnek eltérések. Hogyha te a lépés számodra vagy kíváncsi, akkor nyugodtan tekints rá az órádra vagy a telefonodra, és vondd le azt a következtetés, hogy szinte biztos, hogy nagyjából ezt a lépés számot tetted meg, plusz-minusz 10 százalék, és hogy az elégedett kalóriára vagy kíváncsi, akkor ne legyél, mert nem fogod tudni ezeket megtudni, jó? Hanem legyél, hogyha fogyni szeretnél egy valamekkora kalóriaszinten, már diéta által, és maximum ezt mélyíts el a valamennyi elégedett kalória edzés által, jó? Jó! Köszönöm szépen, tanulmányok a leírásban, ha nem lenne ott, akkor szóljál! Ez a videó az ennyi volt, úgyhogy remélem, hogy kellőképpen körüljártok ezt a témát, hogy mi a helyzet az okos órákkal, okos mérlegekkel, és megnyugodhatok, mert innentől kezdve elég lesz ezt az egy videót beinkálnám azoknak, akik ezt kérdezik, jó? Egyébként kis easter egg így a videó végén. Konkrétan azért kezdtem el videózni, YouTube videókat gyártani, mert személyedzéseket tartom, és a legtöbb ember az ugyanazt a 10 kérdést tette föl. Én meg inkább felvettem egy videót, hogy nekem mindenkinek ugyanazt elmondani, így a 100. alkalommal, és ez effektívnek bizonyult, mert ezért így egyszerre több embernek tudok információt átadni szerencsére. Ha pedig lenne olyan téma, amivel kapcsolatban információra van szükséged, akkor írd le a leírásba. Ha pedig szeretnél velem dolgozni, akkor azt megteheted www.33.hu oldalt felkeresve, ahol is személyre szabott étrenddel, edzéstervel, komplett programokkal, receptgyűjteményekkel, konzultációkkal és a világ legjobb fitness applikációjával tudom segíteni a te átalakulásodat, a te munkádat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, következő videó alkalommal találkozunk, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!